Arany János rövid és pontos versében az ragadott meg, hogy úgy szól, mint egy kommunikációs tanács. Az intézben nem ír szabálykönyvet, nem beszél bonyolult összefüggésekről, mindössze két dolgot említ. Mintha a sakkban elég lenne két lépés ahhoz, hogy mattot adjunk. Lehetséges ez? Tekintetett arany elődjeként ki az, akiről mintát vette a vers, és úgy kezdődik, hogy elődeimtől ezt tanultam. Kik lehettek arany elődjei? Ha nagy szalontán jár az ember, akkor érzékel valami természetes erőt abból a térből, amiből érkezik. Arany egy történelem előtti elbeszélői, őskölteményi horizontból jön. Ugye az előtte lévő költők, hát most akár Balassig visszamenve, meg kellett lépni a nyelvújításban meglévő dolgokat, a magyar nyelvnek a magára találása, ami nem csak a nyelv, hanem a társadalomnak, a kultúrának a kérdése is. Tehát, hogy arany egy olyan lencse volt, ahol ez a sokféle dolog, Homérosztól, a társadalmi változásokig, a Magyar Tudományos Akadémiától, a verstanig összegyűlik, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a szó magyar homéroszaként lehetne őt elmondani, tehát egy énekmondónak mondanám, és ezt következetesen is élete végéig képviselte. Horácius azt mondta, hogy tanítani és gyönyörködtetni. Én ezt az Ars Poeticának is tekintem. Arany Jánossal ezt párhuzamba állítva, akkor Arany azt mondja, hogy a gyönyörködtetésre nincsen szükség, csak a tanításra. Egyedül a tartalma lényeg. Ez egy kettős mozgás Aranynál, tehát ugye történetileg is a magyar nyelv abban a fázisban van, amikor nagyon erősen kell stilisztikai, retorikai, esztétikai, verstani kérdésekkel foglalkozni, de nem tud ő sem ellépni azért attól, hogy nyelvben szólal meg a vers, és a nyelvnek megvan a maga lüktetése, a maga ritmusa, a maga kívánsága, és a nyelvnek szerencsére luxusa is van, és a nyelv luxus köreit, ha a költő figyelmes, azokat ki kell elégíteni. Arany azt írja a versben, hogy szólj erővel, és nevezd önnevén a gyermeket. A gyermeket érteni vélem, ugyanez a tartalom, egyértelműen nevezzük meg, de mi szükség az erőre? Mit ért az erő alatt? Az nagyon fontos. Ugye a görögben dynameisnek hívják az erőt, és ugye a dinamika az nem csak a szavakra értendő, hanem az egész emberi személyiségre. Jézus történetében, hogyha szabad idehoznom, azt mondják róla az emberek, hogy úgy beszél, nem úgy beszél, mint az írástudók, hanem úgy beszél, mint akinek hatalma van. És Arany is nem úgy beszélt, ahogy az írástudók beszéltek akkor, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Hogy hogyan van az embernek hatalma a szavak felett, a dolgok felett, az élet felett, a szerelem felett, ez egy kegyelmi adomány. Tehát Arany János otthonról hozott egy erőt, és ezt az erőt érzékelte, tudta, ez az akadémia főtitkári, hogy is mondjam, hát székéig elvitte onnan Nagyszalontáról. Ugyanennek a versszaknak a második fele úgy szól, hogy szólj gyöngéden, hol az illik, és neked is nagy feneket. Mi szükség volt, hogyha az erőt kifejtettük, hogy annak mit célja, akkor mit célja lehet a gyengédségnek, miről szólhat? Igen, ugye az erőnek az ellentét az erőtlenség lenne, és nem azt mondja, hanem épp ez a gyöngéd vagy gyengéd erő az, amiről itt beszél, és az fontos, hogy a gyengédségben is lássuk, hogy erő mutatkozik meg. Tehát ha az emberek képesek arra, hogy Arany is, ugye Hölderlinek van egy nagyon szép versora, hogy is visszafogja akkor szárnya csapkodását a madár az égben, hogy Arany is folyamatosan vissza tudta fogni a szárnya csapkodását, tehát nem ment túl a jó érzésnek, az ízlésnek, a forma tökének a határain, és ez a gyengédség, a határok iránti tiszteletnek a megléte, a verstani fegyelem, de azt hiszem az egész életvezetésében benne van ez a fajta gyengédség. Tehát ha egy apa gyerekét feldobja az ég felé és elkapja, az is egy gyengéd mozdulat, ugyanakkor nagyon komoly erőre van szükség. Tehát
az igazán nagy dolgok, a gyengéd mozdulatokhoz nagyon sok erő kell. Ha már így belemelegettünk a beszélgetésbe, meg kellett kérdeznem. Vajon kik az egykori nagyköltők mai utódai? Forgatókönyvírók? Dalszövegírók? Kommunikációs szakemberek? Tavaly vagy tavaly előtt Kendrick Lamar, egy amerikai rapper, nyerte meg a Pulitzer díjat. Valóban egy rapper tudhat akkora értékkel, akkora művészi értékkel bírni, mint egy vers? Azt hiszem, hogy teljes mértékben. Az erő az, mint a mágnesnek az ereje, elrendezi a világot, és hogy ezt egy rapper teszi, vagy egy hip-hop énekes, vagy egy politikus lesz képes arra, hogy sok ember szívét megmozdítsa. Gondolok itt Gandhira is, többekre, akik képesek voltak ilyen fajta mozdulatokra. Tehát, hogy szabad piac van, és azt hiszem, hogy újságírók, költők, politikusok, mindenki előtt rapperek, megvan a lehetőség, hogy az emberek szívéig érjenek.